Sziasztok, itt újra ez után! Most a Phoenix Heart AC Attorney Justice for All-t fogom játszani, tehát az AC Attorney második szériáját. Ugyanúgy Phoenix Wright az ügyvéd, itt ezután 4 epizód lesz. És milyen fog változni az előzőkhöz képest? Ugyanúgy Payne lesz az első ügyész, de később már egy született ügyésznővel kell felvenni a versenyt, akivel bizony nagyon meg fog gyűlni a bajom. Úgyhogy... De először is... A másik változás az, hogy a perek már két részre osztódnak. Éppen ezért két részes lesz ez az első epizód, The Lost Turnabout. És miért hívják így? Mindjárt meg tudjátok. Nem, futhatsz ők. Ó, de kegyetlen! Na ez nívom én rémálomnak! Nem tudja, mit csinált rosszul. Nem engedi, hogy folytassa. Pedig ez csak egy ügyvéd. Teljesen halhatatlan, és azt gondolja, hogy nem alkalmas rá. Ő, ez kegyetlen rémálom lehetett. Szeptember 8-9 óra, 8 perc. Negyedi bíróság. Mis ez a rémálom? Biztos ez a csörgés okozta. Megtalálta a telóját. Ez a búzi. Tud ezt csinálni, de... Ez nem személyes. Tehát ő a célpontunk az első epizódban. Pár perccel később. Áll a fejem. Kapcsolat. Mit működés? Jó reggelt. Tehát most ezt a rendőrcsalt kell megvédenem. Jó reggelt. Mi a gond? Nem vagy jól. Mindenki a legjobbat nyújtja a reggel. Hol van a harci cámer? Fáj a feje. Értettem meg! Bajban vagyok, hogy ilyesmi? Bajban? Egy rendőr csaj vagy, nem? Azt gondolja, hogy ő csinált valamit, az... Ki ő veszi? Ő van bajban. Igen, szóval... Ezt a rendőrlányt kell megvédenem. Csak hogy a probléma a következő. Az élete... Rajtam. Megígérte, hogy bebizonyítsam, hogy nem bűn. Csillámik a szeme, amikor közöltem rá, hogy én majd megvédem, de sajnos a gond a következő. Ez is elsírja a munkát, és ezt nem felejti el.
De hogy furcsán viselkedem, nem véletlen. Ez most fel kell tenni a kérdést. Bizony. Tehát az ügyvéd amnéziás lett, mert valaki a fejbe verte. Mi? Hogy mondhatsz ilyet? Kérdezhetsz egy törött szívű lánytól. Bozasztó vagyok. Nem úgy érdekel. Az ügyvéd így bánik a klienseivel? Es is. Tehát rossz ember. Na mindegy. Más se tudja, hogy ő kicsoda. Ugye ő maga. Tehát így most már a következő a helyzet. Mivel amnéziás, ez itt ugyanolyan újonc, mint amikor az első pere volt. Hát elég ideje nem volt a beszélgetésre. Szóval elkapta az amnéziát azzal, hogy fejbeverték, de hogy miért, azt mindjárt kiderül. Vagy de következő részben. Tudom, azt szeretett, hogy ügyvéd. És neki kell bevizetlenül, hogy nem tűnös. Na és hisz, hogy ilyen ígértettet, hogy bebizonyítja, hogy miről alkot, hogy nem bűnös. Az ilyen. Hogy rossz állom! Most már 10 óra. Tehát kezdődhet a Justice for All első pere. Tehát mivel amnéziás, ugyanúgy újonc is. Tehát így most már nem olyan okos, mint amikor legyőztem Manfred von Karmát, vagy Demon Gentet, vagy Mass Edgeworth-öt. Tehát megint ugyanolyan tapasztalatlan, mint amikor az első pere volt. Úgyhogy teszem ki. Tehát ez Maggie Bird pere. Tehát Maggie Bird nevű rendőrlányt kell megvédeni. A vád készen áll. Tehát ezért is kell pénnel harcolnom, mert ugye amnéziás vagyok, hát meg itt újonc is. Ugye értitek ezt, milyen amnéziás nem mondaná, hogy a védem készen áll. Hozzám veszesz. De hát a más így védett. Hát most mindegy, hogy mit mondok, ugyanaz lesz az eredmény. Úgyhogy mondjuk nyugodtan egyszer így nevet. Rendben van, hogyha ne hát mondom. Persze, hogy nem. Nem, hallom se akarod, de... elnézéseimről. Bocsánat, később. Ugyanis a vádott egy... rendőr. Hát remélem nem felejtette. Persze nem vagyok kiaggós, hogy elfelejtette. Szóval a vádlottat szerelme megölésével vádoljon.
És ami még rosszabb, hogy zsar... Hogy mit tett? Hát biztos, hogy nem ő volt. Szóval nem voltak szemes pár. A vált most bebizonyítja, hogy bűnös a vádat. Jöhet az első tanú. Hát az egyértelmű az észre-törni első pere miatt, úgyhogy már igen nem látták egymást. Lássuk, hogy mit tanultunk előzőleg. Nem fog kegyelmezni egy nekem ezúttal, mert most nem hagyja nyerni, mert most így többet fog tiltakozni, mint előzőleg. Még ő se, azt se tudja, hogy ő. Hogy ez úgy ész ki. Nem tudom, ki emlékszik rá, de az első tanú Dick Gumshoe. Hogy ne hagyjam se ezen. Dick Gumshoe. Detektív. Hát egyébként nincs jó detektív. Hát figyelte őt sokáig. Remek fickó. Nem felejti el, mit feltett. Szóval, hogy a főnöke volt. Exposé parkban történt a gyilkosság. Dustin Prince az áldozat. Valaki ledobta onnan a magas... magasról. Kérem, összetörte a csontját és még a nyakát is összetörte. És van boncolás jelentés is. Hogy így másolhatod? Az órája leállt, amikor keményre esve randott. De a boncolás jelentés elárulja ezt. A halál időpontján. De hát... most öt bizonyítékunk van. Ez nem kell. Erre semmi szükség. Ez egy mobil, a boncolás jelentés, a törött szemüveg és egy fotó. Még egy fontos bizonyíték van bizonyára. Még egy fontos bizonyíték van. Volt az áldozat testében. Ugye elvezettem az a szem? Azt hittem, hogy profi vagyok, hát az voltam. Előzőleg milyen fej mondta meg, mit kell tennem a bírósági rekordban, de most Mickey Bird mondja el. Mivel milyen fej már nem éli ilyenkor. De most egy kis változás van a bizonyítékok között. Nem csak bizonyítékok vannak itt már személyeket is fel kell használni.
Egy beszélgetéseit hagyjam később. Bocsi! Na most lássuk, hogy a jegyzet... Jegyzetek a helyén van, oké. És mit lehetett találni a... az áldozat testében? Na, ezt kell megválaszolni itten. Csak a bizonyítékokra kell rámenni, és akkor már tudjuk a később a választ. Szemüveg. Ez a törött szemüveg. Igen, ez helyes válasz. A gyilkosnak az áldozat bizonyán evehette a szemüvegét, amikor landolhatott a földre. Gonosz szemmel nézek rád! Bizonyára az a szemüveg... szemüvegére néz. De az a törött szemüveg nem az övé. Biztos? Hát ő bizonyára... Az véletlen lehetett, hogy valaki... hogy a gyilkosnak ugyanolyan szemüvege van, mint neki. Még más bizonyítéka is van. És nagyon perdöntő. Na, amikor valami más hangzik egy... Ne csodálkozzatok azon, hogy más a zene, hiszen ez már Justice for All. És még egy bizonyíték van. Leírta a nevét a tettesnek. Állítólag. Nehéz elképzelni, hogy nem ő lenne a tettes azzal a bizonyítékkal. Tehát ezt is elfogadja a bizonyítékkal. De hogyha az áldozat ő írta be a nevét. Jáva mondja, hogy nem az övé. De hogy magyarázza? Jöhetnek a kereszt kérdésék. De mi vagyok? Hogy az ügyésznek a szemtanúi rejtegetnek valamit. Ami azt is jelenti, hogy így hazudja. De nem a főnököt? De amíg nem is hazudnak, valamilyen rosszul emlékezhetnek. De azt ne, hogy nehogy azt higgyük, hogy mindig a szemtanú a bűnös. Az lehet az ügyész is. De a vádlott is lehet, hogyha tényleg bűnös egyáltalán. De az ügyvéd is lehet ám bűnös. De ez rossz neki. Ezért kell kérdezősködni és bemutatni a hazugságaikat. Itt jön a semmi. Ez nem fontos. Ez sem fontos. Hmm.
Hold it! Biztos vagy benne? Ez mondta. Jó, akkor itt kell meg... Itt elég lesz megmutatni. Akkor most mutassunk bizonyítékot. De itt most nem bizonyítékot kell mutatni itten, mert egyik... Mindegyik helytelen válasz. Mostantól nevet kell megmutatni itten. Úgyhogy... OBJECTION! Nem volt még semmi. Gondolkodás nélkül csak úgy tiltakozom. Ez elég hangos. Gamsudetti. Hozzám beszélsz? Hogy mondja meg a vádot nem. Hogy mit tudnék ezzel bizonyítani? Hogy mondja meg a vállok nevét. De megcsinkéd is. Itt valaki bizonyára meg kell nézni a bíróság gyerekkordokat. Mert most jött rá, hogy, hogy a betűzése van baj. De mi folyik itt? Ne, ő sem tudja. Ahogy látod? Így írta le az áldozat nevét. De voltaképpen úgy... Úgy betűzik, hogy M-A-G-G-E-Y, nem úgy, hogy M-A-G-G-I-E. Tehát ez lenne az a telekmondás. Biztos se vette. Az nem tudta, hogy kell élni. Viszont ő... Mivel ügyész megemlítette, hogy szerelmesek, éppen ezért... Ha tényleg szerelmesek voltak, az lehetetlen, hogy rosszul tudta volna betűzni. Ez első pózó. Szóval a kapcsolatáról kérdezősködik most. Szóval fél éve volt, lehettek állítólag együtt. Házasságról is beszéltek. Incidens napja, amikor történetett, az a születés napja. Megják hívja. Neki volt egy ajándéka is. Amit két hónapja bizonyára csinálhatott neki, vagy kivel.
Itt már nem kell bizonyítékot mutatni, elég csak audit parancsot adni. Az első, hogy én nem fogok audit parancsot adni, mert bizonyára akkor eléggé megsértem. Hold it! Két hónappal korábban. Mi volt az a születésnapi ajándék? Egy kesztyű. Ez egy baseball kesztyű. Baseball rangó volt Dustin Prince. Még több kérdés. Ő parancsolta, ez egyéni készítésű. Tehát ezt nem vették, ez egyéni készítésű állítólag. Hogy mi közelnek ez a Switch-höz? Hogy van ennek köze az ügyhöz? Hát persze. Hogy nem, hogy mondhatik el nemet? Bizonyítékot úgyse tudok mutatni. Talán ez lehet a kulcs az ügyhöz. Még azt gondolja, hogy visszatérte. Hát gondolkodjuk azon, hogy már egyszer is csinálhatott ilyet. Akkor többet kéne mondani erről. Szóval azt is magával hozta. Ezt a sárga színű baseball kesztyű. Tehát ez is a bizonyítékok között lesz. A sárgát szerette. Hogy volt közük egymáshoz szerint. De egy kérdés adódott. Csak az a kérdés, hogy az áldozat írta el. De hát ez kérdés is most már. Nem tudták bevizetni, hogy az áldozat kézírása az. Figyelték az áldozat újjának nyomát. Bizonyára ott homok lehetett. Hát úgy tűnik, hogy nincs bizonyítékát, én nem ő írtam. De van egy érdekes rész, ami még már titakozható. Köszönöm. Hogy jobb kézzel? Na itt van egy ellentmondás. Mindjárt megmutatom. Esetlen... Nem értettem igazán, miért van az... Mi nincs az állíva, hogy ez olyan balkezes baseball kesztyű. Mert ez egyéni... Ez csak az volt oda, hogy egyéni készítésé. Most így itt az idő.
OBJECTION! Most ezt nézd meg. Hát a bizonyítékban látszik, hogy egy ilyen készítés, de itt az látszik, hogy... hogy jobbkezes, de azt állítják, hogy balkezes. Nem értem, miért így készítették, pedig... pedig így kéne lennie a hüvelykujjasnak. Nem mondaná neki, hogy mi a különlegesebben kezdtünk? Ez sárga. De ez egyik ennek a minőségnek. Más oka is van annak, hogy még különleges. Egyszerű. Ez balkezes, de... ez a kesztyű balkezesnek van. Tehát ez egy olyan egyéni készítésű. Nem volt még eladó. És melyik kézzel írta az áldozat? És ő balkezes volt. Most ugye ment ki rajta. Tehát az áldozat nem írhatta azt a üzenetet, mert egy balkezesnek balkézzel kellett volna mutatnia, tehát itt van a hiba. Tehát hogyha jobban írta, de balkezes, akkor azt jelenti, hogy nem ő írhatta. Hát csak így rákészíthette valaki. Mondjuk így. Hogy a vetség! Hát... ez... a bűnösségét ezt nem tudta bizonyítani. Hát ahogy megcsináltuk... már befejezéshez érkezne. Megint köszönöm, mondta az ügyessége miatt. Hát kézzel állna visszavonulni. Már éppen ítéletet hozna, de... de még nem lehet. Még pár percet ki. A vád még nem vég. Még nem végzett. Szóval még egy szemtanút ki kellene hallgatni. És hogy mit látod? Na, ez egyértelmű. Az első perén sem húztam meg, hogy... hogy kihallgassam azt a szemtanút. Hát, mert azt le is kellett buktatnom. Tehát, ugyanolyan... ugyanúgy kell lebuktatnom, hogy Frank Starwood-ot is. Ha ott nem húztam meg, miért húztam meg? Tehát, így ittem ugye, de a következő... szerintem azt kell lebuktatni, egy közel.
ez most csak a könnyű rész volt. És most tünetet tart. Tehát most csak annyi változás van, hogy két, a perek már két részesek. Tehát ez egy trial former volt, hogy ő. Vagy inkább egy korábbi tárgyalás. De több információra szükség. Most belekezdték egy kis időre a tárgyalást. Folytatjuk. Oké, srácok, ha tetszett, de felejtsetek el feliratkozni. Szóval, még nincs vége a játéknak. Hát folytathatnám, de jobb több részben csinálni. Hogy mentésekkel. Szóval, de hát legközelebb jön majd az utóbbi tárgyalás. Úgyhogy már a búcsúzom, sziasztok!